püspöki szentmisével, közös imádsággal ünnepelték a boldogságos Szűz Máriát, mint hazánk pártfogóját a Magyarok Nagyasszonya templomban Székesfehérváron. Börtönlelkészként is az a tapasztalatom, mekkora jelentősége van egy pártfogónak, aki minden vétsége ellenére bízik a fogvatartottban, minden lehetőséget megragad a segítségnyújtásra, mondta Tornyai Gábor plébános a Szentmise elején tartott köszöntőjében. Ma, amikor Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük, akkor hát valami hasonló helyzetben vagyunk mi is. Nekünk is megvannak a magunk bűneink, gyengeségei, a vétségeink, amelyeknek a terhét hordozzuk. Akár tetszik, akár nem, ezeket hordozzuk magunkon. És milyen jó, hogy van valaki, akire Jézus azt mondta, hogy ő a ti anyátok, és akihez mi bizalommal odafordulhatunk mindenféle nehézségeinkkel. Amikor a Magyarok Nagyasszonyára tekintünk, akkor nekem ez jut eszembe, hogy a saját életemben, vagy a saját életünkben levő terheknek a hordozásában, enyhítésében közben járul, de azt gondolom, hogy a magyar nemzetünknek a bűneiért, terheiért, sebzettségeiért is van valaki, akihez oda fordulhatunk bizalomra, és abban a reményben, hogy ő a legjobbat akarja nekünk, mint hogy egy édesanyja a gyermekének. Úgyhogy számomra ez a mai ünnep legalábbis ebben az évben talán ezt a tartalmat is hordozza magába, hogy kérhetem Mária segítségét, kérhetjük Mária segítségét, közbenjárását a gyógyulásért, az egyéni és a közösségi és a nemzeti gyógyulásért is. Spánya a tapüspök beszédében visszatekintett elődeink Mária tiszteletére, és hangsúlyozta népünk és az Isten anyja bensőséges kapcsolatát. Megvan-e bennünk az a feltétel nélküli bizalom, amely egy gyermek és édesanyja között van? Tudjuk-e hittel és bizalommal járni életünk útját, amikor saját családunkban sem értenek meg, amikor aggódunk a kereszténységért, Európáért? Sorolta fel a kérdéseket a főpásztor. Máriában nem csalódunk, mondja a régi-régi keresztény imádság, amit nemzedékek igazolnak. Ha Máriába tudunk mi bízni, ha rámerjük bízni az életünket, mint a gyermeknek rá kell bízni az életét az anyára. Ha ez a kapcsolat nem működik anya és gyermek között, akkor a gyermek nem fog egészségesen felnőni. Talán nem azért, mert megbetegszik, hanem nem kap meg valamit, ami az ő személyiségéhez kell. Az anya is sérül nyilván ebbe a felemás kapcsolatba. Ő sem tud igazán kiteljesedve anyává növekedni, igazi anyává lenni. A keresztény ember és Mária között is azt hiszem valami hasonlóság van. Nekünk meg kell találnunk a boldogságos Szent Szűzben az égi anyát is, hogy anyámba bízom, ahogy édesanyámra rámerem bízni önmagamat, mindenemet, így kell a boldogságos Szűz Máriára bízni magunkat. Ha ezt meg tudjuk tenni, ha van ennyi hitünk, és ez a hitnek a gesztusa, ehhez elegendő a mi belső tartalékunk, és az Isten kegyelme, amit ad, csak nekünk be kell fogadni, akkor megtaláltuk a menedéket, az oltalmat. Ha Máriához fohászkodunk, meg fogja hallgatni imánkat, közben járó szeretetére mindnyájunknak nagy szüksége van, zárta gondolatait a megyés püspök. Adja az Úr, hogy a Magyarok Nagyasszonyát ne csak megszokásból ünnepeljük, hanem a hétköznapok terheit neki ajánlva újféle gondolkodásmóddal. Azzal a belső meggyőződéssel, hogy Isten áldásával és Mária oltalmával élhetünk, és ezt adjuk át szeretteinknek is otthonainkban.